kormányzó váltás után Kárpátalján is beindult az admin reform, közigazgatási reform, annak a decentralizációs része, ami a kistérségek megalakítását jelenti. Az új kormányzó rögtön kezdeményezte a korábban már megalakított szakmai munkabizottság aktiválását, és ez a szakmai bizottság ki is dolgozta Kárpátalján a kistérségek megalakításának perspektívikus tervét és augusztus végén benyújtotta a megyei tanácsnak a törvény szerint elbírálásra és megerősítésre. A megyei tanács képviselői, a frakciók bevonva a szakembereket, és közös tárgyalásokkal az adminisztráció illetékes személyeivel. Komoly és hosszú tárgyalásokat folytatott a beadott tervezettel kapcsolatban, amelyik egyébként 54 kistérséget tartalmazott, és Végül is egy olyan megállapodásra jutott, amit a többség elfogadott a megyei tanácsban 37 szavazattal, amelynek eredménye az lett, hogy 60 kistérséget irányoztunk elő ebben a perspektívikus tervben. A beadott tervezetehez képest a minket érintő két változás, hogy kezdeményeztük a szűrtei és a kaszonyi kistérség megalakítását is, amit a megyei tanács, van, a képviselők nagy többsége támogatott. Tehát míg az egész tervet úgy a 60 kistérségről 37-en szavazták meg, addig a szürtei és a kaszonyi kis megalakítását kezdeményező javaslatot a teljes testület megszavazta. Ezt a határozatot mi az adminisztráción keresztül benyújtottuk Kijevnek a kormánynak elbírálásra, akik hosszasan elbírálták, és a különböző konzultációk eredményeképpen az jött ki, hogy végül is december 18-án a kormány határozatban 57 kis térség létjogosultságát határozta el és erősítette meg. A három, ami nem erősített meg a kormány, között szerepelt ugye a homoki és a szürtei kistérség is, valamint még a nelipinói, szólyvai járási, egyébként korábbi nevén hársfalvai kistérséget sem támogatták. Mi január 2-án a megyei tanács egyeztető bizottsága üléseztünk, és érdekes módon még addig csak többség támogatta a 60 kis szóló tervet, addig most már konszenzusra jutottunk. Tehát a megyei tanács egyhangulag, egyöntetően kell a tanács, hogy ezt a határozatot mi keresztül kell, hogy vigyük Kieven keresztül is, és hogy Kiev ezt beerősítse. És január 9-én újra összejöttünk még egyszer, és megerősítettük egymást is abban, hogy közösen lépünk fel azért, hogy a perspektívikus, általunk perspektívikus tervet Kieven is beerősítsék. Január 10-én a munkavizottság a megyei adminisztráció által létrehozott és működő munkabizottság ülésezett itt ebben a teremben, és megvitatta azt, hogy milyen a már kieváltal 57 kis megerősített perspektívikus tervben javaslatokat tegyen a változtatásra. Egyhangulag minden felszóló támogatta azt, hogy a megyei tanács elfogadott 60 kis lennie kell a tervben, és mindannyian támogatták ezt. Azon kívül felvetődött új kistérségek megalakításának lehetőség is, akik már benyújtották az igényeket. Az a határozat született, hogy kapnak egy hetet arra az illetékesek, hogy tárgyaljanak, hogy hajlandók-e például a homokia kungvárhoz csatlakozni, például a szürtejek szintén az ungvári központú kistérséghez csatlakozni, vagy a hársfalajak, a a szolgai kistérséghez csatlakozni. Amennyiben nem, akkor hajlandók -e együttműködni a szomszédos nagy város központú kistérségekkel, vagy pedig mindenképpen ragaszkodnak ahhoz, hogy ők külön akarnak létrehozni ilyen közösséget, kistérséget. Eltelt a hét, ma újra üléseztünk, és az hét folyamán folytatott tárgyalások eredményeképpen, amelyek itt Ungváron is folytak, meg Ungvár és Kiev között is folytak, végül is megszületett egy olyan eredmény, aminek mindannyian örülhetünk pillanatnyilag, ugyanis ma ez a munkabizottság egyhangú szavazással megszavazta, hogy mind a 60 kistérségnek létjogosultsága van, tehát kérjük Kievet, hogy a perspektívikus tervbe vegyék be a homoki, a szürtei és a hársfalvai kistérséget is. Ez azért fontos, mert közben a törvényt módosították, és a megyei tanács elfogadott tervet e, már a megyei tanács nem tudja módosítani, csak az adminisztráció javaslatára a kormány, illetve, hogy csak olyan kistérség alakulhat meg jogszerűen, amely benne van ebben a perspektívikus tervben. Tehát ennek a tervnek a jelentősége nagyon felértékelődött. Ezen kívül új javaslatok jöttek elő, ezek közül három olyan, amelyik pozitív értékelést kapott a megyei adminisztrációtól és a szakbizottságoktól, és három között szerepel többek között a nagybégányi kistérség is. Úgy tudom, hogy a nagyberegit Bég... Nagy egyelőre elutasította az adminisztráció, de ez még kérdéses. Viszont a nagybégányt támogatja a adminisztráció, és támogatják a szakmai bizottságok is, és támogatta ez a mai gyűlés is az a munkabizottság, amelyiknek joga van arra most, hogy az adminisztráción keresztül javaslatot tegyen ki felé, hogy őket is irányozzák elő, és vegyék be ebbe a perspektívikus tervbe. Itt még a felső kerepeci és a bedeljá bedőházi kistérségek megalakításáról van szó. Tehát ez a három kistérség szintén pozitív értékelés kapott, és támogatást a munkabizottságtól. Az iznyétei kistérség kérelme, amelyik arra vonatkozik, hogy ők szeretnének a munkácsi kistérséghez tartozni, és oda csatlakozni, az még mindig kérdőjelölt van, tehát folyamatban van ennek a, ez a, ennek a kérdésnek még a sorsa nem dőlt el, de még mindig folyamatban van a, a, az átalakítás, illetve a perspektívikus tervnek a módosítási folyamata, de mindenképpen egy hónapon belül ennek le kell zárulnia. És akkor, ahogy már végleg pont tevődik a kérdés végére, annak alapján valószínűleg az önkormányzati választásokra már egy ilyen új adminisztratív berendezkedéssel indulhat neki Kárpátalja.